A brit kormány alternatív megoldásokat keres az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének elkerülésére kidolgozott tartalékmechanizmus helyett, hétfői sajtóértesülések szerint. Theresa May miniszterelnök hétfő este azt kérte a konzervatív párt alsóházi frakciójától, hogy a Brexitről szóló keddi szavazásokon fogadják el azt a módosító indítványt, amelyet Sir Graham Brady, az alsóházi torik egyik legbefolyásosabb tisztviselője terjesztett be a Brexit megállapodáshoz. Lehetőség van arra, hogy elmozduljunk egy helyzetből, amely teljes kudarcot eredményezett, mivel minden oldal azt mondja, hogy a tartalékmechanizmus csak átmeneti jelleggel használható. Ha a tartalékmechanizmus nem lesz több, mint átmeneti, akkor tegyük világossá és egyértelművé, hogy sosem lesz állandó. A módosító javaslat szakértők szerint a torik soraiból sok olyan képviselőt visszacsábíthat mély oldalára, akik korábban a kormányfő Brexit megállapodása ellen szavaztak. Ráadásul a módosítás elfogadása muníciót jelenthet Maynek a Brexit megállapodás újratárgyalásához Brüsszelben.